Sziasztok, Ákos vagyok, és ma egy márciusi húsvéti ikletésű étellel készültem nektek, ami nem lesz más, mint egy sült nyúlcomb. Fogunk társítani hozzá egy berni tormás habmártás, csapok még hozzá préselt burgonyát és savanyított retket. Én nagyon csípem azt, hogyha úgy készítem el a húsokat, hogy öntött vasserpenyőbe, folyadékon, úgynevezett brezírozott módon megsütöm, mert így tök jó, puha lesz, juicy, szaftos, tehát én nagyon preferálom ezt a módszert, úgyhogy most se teszek másképp. Amit fogunk tenni az, hogy lepirítom a nyulat, a zöldségeket, felöntjük egy kis fehérborra, zöld fűszert is pakolok bele, aztán alaplé és suhan is a sütőbe. Elkapcsolok itt az öntött vas lábasomnak, amúgy simán csinálhatjátok egy mélyebb tepsibe is, és lepiríthatjátok külön egy serpenyőbe, de nekem van egy ilyen, úgyhogy én ezt fogom használni. Kezdem belepakolni a nyúszit. Jöhet rá egy kevés só, kevés bors, és szép pirosra, aranybarnára pirítjuk. Akkor szép pirosra pirult, akkor kiveszem, és beleteszem egy tálba. Wow! Van itt nekünk egy répánk és egy paszternákunk, úgyhogy ezt most én fel fogom aprítani. Nem kell nagyon apróra, de most ebben meg akarom tartani a zöldségdarabokat. Azért akarom megtartani, vagyis azt értem ez alatt, hogy én általában ugye csak az ízét szoktam használni az ilyen brezírozás technikánál, viszont most a végén nem akarom leszűrni és csak a szósz felhasználni, hanem a zöldséget is kvázi mint egy köret el lehet fogyasztani. Jön még nekem ide egy fejhagyma, amit cikkekre vágok, újra alá kapcsolok a lábasnak, és jó erősen lepirítom ezeket is. Teszek bele 4-5 gerez fokhagymát, így egy kis rozmaringot, kakukkfüvet és petrezselymet is. Jöhet rá vissza a nyúlcomb. És most nyakon öntjük körülbelül 300 ml fehérborral, amit a negyedére redukálok. Elforrt a borunk, rálöttyintem a csirke alaplevet. Jöhet rá még egy csapott tevőkanálnyi magos mustár. Felforraljuk, lefedjük és mehet a sütőbe. 170 fokra teszem be, és körülbelül olyan 2-3 órát fog bent tölteni. Igazából amíg benn van a nyúl a sütőbe, addig van időm az összes köretet megcsinálni. Az egyik köret ugye a savanyított retek lesz, amit én már előző nap megcsináltam. Nyilván így adja ki a legjobb ízét, de azért nektek is megmutatom, hogy hogy csinálom én, úgyhogy kezdjünk is bele. Először is jöhet fél liter víz, olyan 0,6 evőkanálnyi só, ami nyilván a felénél egy picivel több. Két és fél evőkanálnyi cukor, jöhet bele fél evőkanálnyi tarka bors, de tehetek bele simán fekete borsot is. Jön még bele fél evőkanálnyi mustármag, fél evőkanálnyi egész koriander, 90 ml fehérbor ecet, 30 ml sima háztartási ecet. Megy még bele 7-8 szár kakukkfű plusz egy gerezd fokhagyma. Most ezt felforralom, aztán előkészítem a retket, beleteszem egy csatos üvegbe, nyakon öntöm ezzel, aztán mehet a hűtőbe. A burgonyával csak annyi a dolgunk, hogy próbáljátok ilyen nagyobbakat választani, és cikkekre kell vágjuk. Jöhet bele a vízbe, alaposan megsózom és puhára főzöm. Kész is van a burgonya, megfőtt, viszont most arra kell figyelni, hogy egy óvatosan egy szűrőkanál segítségével áthelyezzük erre a sütőpapírra, bélet tepsire. A krumplival már csak annyi a dolgunk, hogy lenyomjuk egy ilyen villaszerűséggel, sózzuk, borsozzuk, aztán lefújjuk olajjal, meg is vagyunk a burgonyával, úgyhogy amint kész van a nyúl, mehet be a sütőbe. Na kész is lett a nyúl, viszont be kell valljak valamit, amíg ez benn volt a sütőben, addig én vettem és szanaszét csaptam magam, és tudom már késő, de felveszek egy kötényt. Akkor mehet a burgonya be a sütőbe, igazából 230 fokra, ameddig szép piros nem lesz. És akkor most megcsináljuk a berni mártás, igazából a hollandi mártás gyerekének mondható, tojássárgája és tisztított vajnak az emóziója, és kerül bele egy tárkonyos ecetes redukció, amit mutatok is, hogy hogy kell. Felraktam egy kis forralót, jöhet bele 100 ml tárkony ecet, és még jön bele extra tárkony,
salottahagyma, teszek bele fél teás kanálnyi fekete borsot, mivel ez egy ilyen húsvéti jellegű étel, és csavarok egy nagyon picit rajta, teszek még bele egy teás kanálnyi tormát. Ezt a 100 ml-s ecett teát 25 ml-re le fogom redukálni. Igazából megcsinálhatjátok ezt sima olvasztott vajból is, de tisztított vajat úgy tudtok csinálni, hogy felolvasztjátok a vajat, félreteszitek, hagyjátok állni, a tetejét leszeditek, és középen a tiszta vajat leöntitek úgy, hogy óvatosan az alján ott maradjon még a kis cucc, és így lesz szép tisztított vajatok. Ezt most 70 fokig fogom melegíteni. Jöhet bele a redukció a tojássárgájába, víz, tejszín és só. És gőzfürdő felett elkezdem ezt a tojássárgájas ecetes keveréket melegíteni, szintén 70 fokig. Aztán amikor elérte a 70 fokot, akkor elkezdem hozzácsorgatni nagyon lassan az olvasztott vajat. Körülbelül ilyen állagúnak kell lennie, úgyhogy ez mehet is bele a habszifonba. Ráteszem a tetejét, aztán rányomok egy patront erre a kicsi habszifonra, fejjel lefele fordítjuk, és akkor így egyből átmegy rajta a gáz. Közben a krumpli is kész lett, úgyhogy jöhet a tálalás. Próbáljátok ki ezt a márciusi ikletési tavaszias receptemet, hogyha eddig óckodtatok a nyuszi elkészítésétől, akkor szerintem nem kell félni, látjátok, csak bevágjátok a sütőbe 2 órára, és nagyjából kész is. Kövessetek minket mindenhol, én igazán élveztem, remélem ti is, úgyhogy sziasztok!